mennél hideg szélben, a réten át, a réten át, rád adnám kockás takaró, öleljen át, öleljen át. Azt gondolom, Robert Burns versének nem sok köze van a karácsonyhoz. Ám de ha 2020 decemberéről, adventjéről és a közelgő ünnepekről gondolkodom, nekem mindig ez a néhány sor jut eszembe. Ez a néhány sor, mert annyira fontos, ami benne van. A legegyszerűbb emberi dolog. Ha valaki rászorul, akkor segítünk neki. Mondjuk, ha fázik, odaadunk egy takarót. De 2020-ban, amikor az emberek arcát maszkok fedik, amikor már a barátok sem fognak egymással kezet, és az ölelésről úgy elfelejtkeztünk, lehet-e karácsonyra úgy készülni, mint bármikor máskor? Ebben a versben, amit olyan tökéletesen fordított Vörös Sándor magyarra, megjelenik az a gondolat is, hogy sorsvihar. És azt gondolom, hogy mindannyian sorsviharban vagyunk 2020-ban. Szembe fúj a szél, és szomorkás, nagyon hideg eső esik ránk. Ám de, látjátok, ma épp kisütött a nap, és megmelengedte mindenkinek a szívét. Ilyen ez a karácsony, ilyen fényváros. Még akkor is, hogyha eszembe jut, bizony voltak már a történelemben olyan időszakok, hogy nem volt könnyű várni az ünnepet. Az első világháború idején, a második világháború idején, forradalmak idején. Én azt gondolom, ilyenkor a legjobb, hogyha költeményekhez fordulunk. Én is választottam néhány kedvencet. Karácsonykor mindannyian várunk valamire, a gyerekek leginkább a friss hóra. Idén még azt hiszem csak a hegyekben havazott, vagy mondjuk az ilyen porcukros, nagyon szép díszbe öltözött kirakatokban csodálhatjuk meg a fehérséget. Azonban én választottam egy verset April Lajostól, ami még a hónak a hangját is felidézi. Az erdőszélen lopva róka jár, s csapás végén havas bozódba fordul. Mint holt kastélyon, bűvös mese zár, a hó, a sí alatt, halkan csipol. Take the house, it bows up, hold it, la 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 la. Tis the season to be jolly. La 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 la, told the ancient youth I'd carry. La 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 la. Bármennyire furcsa is ez az év, bármennyire nehéz is az idei karácsonyra való készülődés, azért mindenki próbálja valahogy a fényességet keresni. Ez látható még akár itt mögöttem az utcában is. És valahogy olyan ez már ez a várakozás, mint ahogy Vörös Sándor fogalmazott. Ó fényességes, ó békességes, ó dicsőséges karácsony! Szénakazlak mellett lám, angyal közelge. Aki magot szúr ablakába, és gyertya vár az asztalán, a várók nem várnak hiába. Egy angyal kopogott talán? Szárny suhogás az ablakon túl, vigyázz, kinézni nem szabad. Kün, az angyal hat térül fordul, egy pillanatra látszanak. A karácsonyfát hozzák, hallod? Egy koppanás, és leteszik. Fényben úszik az üvegajtót, s megint suhogás, mi ez itt? Zöld angyaltól egy kis fenyőág, karácsony szagú és meleg. Gyújtsd meg a legutolsó gyertyát, ez az angyali üzenet. És be is mehetsz, vár az ünnep, és minden zárt ajtót kitár. A fa alatt az angyalok ülnek, az ünnep azé, aki vár.
Számomra a karácsony Ady Endre költeményei nélkül nem múlhat el. Most egy olyan verséből, a Nagyra nőtt Krisztusokból választottam néhány gondolatot, ami szerintem szól a 2020-ban élő embereknek. A Bibliának egy világa milyen lassú, tétova kézzel készült, s ma egy-egy új világ mély készen ugrik ki terhes, tüzes emberészből. Betlehem híres csillagának híre maradt csak, se hamva, se üszke, de ezernyi fényes csillagra az emberagy lobogóját kitűzte. Az élet egy elgondolása, egy dal, melytől egy csúfóránk megszépült. Teremtés volt a lelkeinkben, újra, újra, egy-egy új világ épült.